Na, sziasztok srácok, én Black vagyok, itt vagyunk egy következő videóval. Ebben a videóban egy pendrive-ról egy világot konkrétan betöltöttem, tehát megfogtam a kis USB-t, puff, rácsatintottam a gépemre, így egyébként az utcán találtam. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi ez a pálya. Úgyhogy kezdjünk is bele. Tulajdonképpen egy adventure pályának látszik az egész történet, úgyhogy itt van egy láda, hogy egyes. Ó, van benne egy vasszert, kis kenyér, meg gombaragú. Ez egy átlagos adventure mapként indul, de kíváncsian várom, hogy folytatódik. Itt is egy láda, viszont ez nincs megszámozva ezzel ellentétben. Van egy könyv. Ó. Ó, na, ez érdekes. Olvassuk el. Szia Black! Ha ezt az USB-t megtalálod, én már régen halott vagyok. Nemrég találtam rá erre a pendrive-ra az iskolám mögötti játszótéren. Gondoltam, ha már nem keresi senki, akkor otthon kipróbálhatom, így is úgy is kellett már nekem egy pendrive. Hazaértem, fáradtan, és ledobtam a táskámat. A pendrive-ot a gépbe tettem, és kiírta, hogy egy új eszköz lett csatlakoztatva az ön számítógépéhez. Amikor is megnyitottam, furcsa dolog fogadott. Egy exe file és a neve Sonic.exe volt. Meg is örültem, hisz nagyon szerettem ezt a játékot még kiskoromban. Elindítottam és a játék úgy kezdődött, mint a Sonic első része, viszont minden vérben úszott és Sonic elfutott a képernyőről. Miután ez megtörtént, sikítást hallottam a konyhából. Kifutottam. Édesanyám volt az. Állítása szerint egy kék sündisznó véres fogakkal szaladt ki a konyhából át a nappalin keresztül. Nem akartam hinni, amit édesanyám mondott. Visszamentem a szobába, majd letöröltem a játékot és az USB-t, ketté törtem, kidobtam a kukába. Este egy kis zajra lettem figyelmes, mintha valami nézne engem. Sonic volt az, és élve széttépte a test. Úgy látszik, hogy nem élte túl a srác. Vagy lány, nem tudom. Hát mindegy. Akkor kezdjük el ezt a pályát szerintem. Kicsit para volt ez a sztori. Remélem, hogy nem hozta rátok a frászt, úgyhogy kezdjünk neki. Kövessük ezeket a vörös kőfákjákat. Mi volt ez a hang? Itt van egy spawner. Ez úgy érdekes. Vajon hova vezetnek ezek a vörös kőfákják? Szoba! Wow! Srácok! Kiütődött magától az ajtó. Én oda nem merek bemenni fény nélkül, úgyhogy szerezzünk fákjákat. Azt bár nem hiszem, hogy jó ötlet, de most így a videó kedvéért bemegyek. Jó, összegyűjtjük ezeket a kis fákjákat. Hát most van 6 fákjánk maximum. Csak túléljük. Ó, egy láda. Van benne 2 fákja. Ó. Mondjuk rakjunk le ide egyet. Még egy fákja. Ez kezd egyre furcsább lenni. Wow. Feloltjuk itt a villanyt. Egy hát fákjával. Ó, itt van egy parkőr. Wow. Ezt vigyük ki akkor. Nem tudom, miféle kalandpálya ez, de... Mi a halál folyik itt? Ne! Srácok, nagyon félelmetes. Mik ezek a hangok? Kicsit ki kéne itt. Egy restón. Oh. Kezd nagyon para lenni, srácok. Elfogyott a fákjám. Nem látok semmit. Na jó, egy-két fákját magammal viszek, mert így nem látunk sem. Ó, egy láda. Fákjákkal. Ó, ez egész jól jött. És itt... Mi fog itt történni? Na jó, én innen rohanok. Ne! Eltorlaszolták az utat, srácok!
lávával. Teljesen emlékszem, hogy ez a láva ezelőtt nem volt itt. Mi a fenet folyik itt? Na jó, akkor valahonnan kéne egy csákányt szerezni, de honnan? Semmilyen fa nincsen, van itt egy crafting table, meg kő. Ja, de van nálunk tölgyfa! Mennünk kell innen el. Amilyen gyorsan csak tudunk. Ki kell menni. Mik ezek a potidoválások? Mi... Elkezdett kinyitódni a láda az előbb. Minél gyorsabban ki kell mennünk innen. Kezd nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem jó lenni. Kivilágítjuk. Nyisd ki. Egy aranyalma. Wow. Ez végül is nem rossz. De miért kaptuk, vagy... Felmegyünk akkor. Nagyon az idegeimre menni ez a pálya, mert nem tudom, hogy mi a jelentőséges, nem tudom, mit kell csinálni, úgyhogy én kiugrok itt az ablakon. És csumi. Úgy tűnik, hogy ez egy nagy vár. Oké. És van itt valaki rajtam kívül? Mert én nagyon úgy érzem, hogy nem csak én vagyok itt. Mi a halál szentségéért csapott belénk? Random egy villám. Ez azért elég para dolgok lesz. Méreg, foti? Hát ez nem valami jó. Hát bejelzem ezt az ópialmát. Azt hiszem, kezd megőrülni a karakterem a Minecraft-ba. Ez nem a legjobb. Nem a legjobb dolog. Mi a halál történik? És elkezdett fehér lenni az ég. Elmúlt a méreg úgy tűnik, és a, vele együtt a fehér ég hatás is, és egy... Ott valami világít! Ott valami világít, ó! Ó! Fel kéne oda menni? Menjünk fel oda! Hát, ha van ott valami... Na! Egy láda! Zsír! Jaj, pont felé raktunk egy blokk. Jön ebbe a ládába. Répa! Meg fákja! Hát, nem valami izgalmas ez a pálya eddig. Jó, figyeljetek, akkor én kimenjek ebből a várból és körülnézek, hogy van itt valami. Errefele. Hát, nagyon nincs itt semmi. Ó, egy láda. Zombi csont. Innen jöttünk, oda mentünk be. Mi? Nagyon nem értem, hogy milyen dolgok történnek körülött. Jó. Ó, egy vasid. Csak úgy rombolódik körülöttünk a világ, srácok. Ez nem valami jó. Na jó. Ugye... Wow, ezt a helyet még eddig nem is találtam meg. Ez valami alvó helynek tűni. Úgy tűnik kívül villám. Sonic feje. De mi van, hogyha kiütjük Sonic fejét? Hát ki... Ne. Szóval egész végig valami ilyesmi volt a cél. Srácok, valami láthatatlan valami követ engem, és valami nagyon durván, úgyhogy... Futás. Ne. Fene, itt is van egy ugyanilyen alvóhely, vagy itt voltunk bent? Nem itt voltunk bent. Szóval egyfolytában villámlik. Mi történhet? Ilyenkor. Na jó. Ebből nekem elegem van. Én innen kimegyek. Szia! Bye bye falu! Jaj. Valami nagyon követ minket. Jó, letesszük a fejet. Letesszük a fejet. És most mi történik? Már vártalak. Most mi fog történni? Mi a halál? Nem hiszem el! Na!
Na, remélem, hogy nem postáltuk össze magatokat. Remélem, jól észlett, mert én írtam most egy kicsit a történetét, vettem a Sonic Context alapját, remélem, hogy ismeritek a Sonic játékot, meg ilyenek. De szerintem egész jó lett, tűrhető a sztori, mert egy kicsit ilyen, kicsit más volt, mint az eddigiek. Úgyhogy remélem, hogy ez tetszett. Hogyha megnyerte a tetszéseteket, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt, és a leírásban lévő szerverre, azaz a Mindside-ra gyertek fel, töltsétek le a klienst, és jöhet ide mindenki playelni, van mindenféle szerver, van minigame elosztó, XP, Craft, Kreatív 2, Skype, Magic PvP, Full PvP, Telkek, Skype és Combo Flight szerver is, úgyhogy gyertek fel nyugodtan, egyre-egyre bővülő szerver csoportunkra, és hogyha esetleg még nem tettétek volna meg, akkor kövessétek be a Facebook csoportunkat, mert oda ki szoktunk tenni nagyon-nagyon jó dolgokat. Például azt, hogy kint leszünk a Bécsi Play IT-n, úgyhogy ott találkozhatunk. Remélem, hogy van a nézőim között is olyan, aki Pécsen lakik, és akkor ott találkozhatunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy itt voltatok velem. Én Black voltam. Szevasztok!